A forradalmi törvényszék ítéleteik két dologról tesznek nagyszerű tanúságot. A szigorról és az igazságosságról. Pedig a törvényszékek gyors tempóban végzik munkáikat, s íme a gyors eljárás mellett is pompásan teljesítik fönséges hivatásukat. 1922. április 23-án, szerdán, a Szabolcs vármegyei Nyírvidék címlapján így számolt be a forradalmi törvényszék ítéleteiről, amelynek első nyíregyházi áldozata Kovács István, 27 éves nemzetőr főhadnagy. A korabeli szocialista párt lapjának harmadik oldalán a kivégzés indoklása is olvasható. A nyíregyházi forradalmi törvényszék Kovács István volt főhadnagyot a kormányzó tanács 5-ös számú rendeletébe ütköző rémhírterjesztés és ezzel kapcsolatosan a köznyugalom és közbiztonság ellen megkísérelt ténykedésért golyó általi halálra ítélte. 104 évvel később, a kivégzés után, Vitéz Kovács István történetét már egészen más megvilágításban is venheti meg az utókor. Az évforduló alkalmából Nyíregyháza északi temetőjében megemlékezést tartottak Kovács István felújított sírjánál. Az a feladatunk, hogy a múltra emlékezzünk, jól emlékezzünk, és ennek megfelelően, akik tényleg tettek kitartással, küzdeni tudással, szorgalommal a városért, a megyéért, az országért, azokra méltóképpen tudjunk emlékezni a jövőben is. A megemlékezésen Szabó Tünde kormánybiztos mellett beszédet mondott Úrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere, valamint a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója, Mócár Gábor elmondta. Tavaly kezdték el az okos parcellakövek kihelyezését, amely révén a vidéki hősi halottak emlékezett helyei is a nemzeti sírkert részévé válhatnak. A helyszínek méltó megőrzése és a helyszíneken keresztül közvetített üzenetnek a bemutatása is egy fontos feladat, és itt most Vitéz Kovács István főhadnagy sírjának újraállítása kapcsán abban is lehetőségünk van, hogy azokat a temetőket egy tavaly megkezdett sorozat következő állomásoként, most már 19 után újabb 3-4 temető következik ezekben a napokban, megjelöljük ezekkel az okos parcellakövekkel, ahol védett sírok vannak. 6200 védett sír van az országban, 700 különböző temetkezési helyen. Ezek egyikeit az északi temetőben Nyíregyházán. És Vitéz Kovács István mellett más, a nemzetünk számára fontos halottak is nyugszanak ebben a temetőben. A Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója elmondta, az okos parcellakő révén a látogatók nem csak az adott parcellával kapcsolatos információkat tudják elérni, hanem a teljes nemzeti sírker adatbázisát. Egy parcellakő ugye a temetőkben az egyes parcellák beazonosítás céljából az utak által körbevett területeket jelentik. A sarkukon vannak kövek, amiken számok találhatók. Egy ugyanilyen követ, amit mi otthon a Fiumei úti sírkertben a nemzet legfontosabb történelmi temetőjében állítottunk fel, ezeknek a védett sírokat tartalmazó temetőknek a bejáratához állítunk fel. A tetején egy QR kód van, és a felirat mellett, amin az áll, hogy ebben a temetőben a nemzeti sírkert részeként védett sírok találhatók, a QR kód beolvasásával a látogató a saját mobiltelefonján keresztül rögtön azt az adatbázist látja, amelyből megtudhatja, hogy ebben a temetőben kik vannak védett sírokban, az ő fényképüket vagy a sírjuk fényképét és az életükről a legfontosabb információkat is megtalálhatja, és rögtön tovább is léphet a teljes nemzeti sírkert adatbázisára, megnézve, hogy adott településen esetleg más temetőben ki van, vagy a környéken ki van, egyáltalán a helyi emlékezet vagy az országos emlékezet számára ez a település, így a történelmi sírokon keresztül mit is jelent. A Vitéz Kovács István felújított sírjánál tartott koszorúzás után Bánó Attila író-újságíró idézte fel a mártír főhadnagy történetét. Ez pedig maga az oldal, amit a mobiltelefonnal az okos parcellakőhöz közelítve tudunk elérni.